Köszöntjük irodónézőit! Tudományos áttörés helyszíne volt ma a kutatóintézet. Egy újraindítónak köszönhetően először funkcionált sikerre a molekula nagyító. A felfedezésről az intézet professzorát kérdeztük. Mi történt ma a laborban, professzor úr? Nos, mint tudjuk, a szituáció definisztikai szuggesztívája olyannyira kulminált, hogy evidensen antagonisztikusnak mondható a normál egzisztenciával. Hogyan kérem? A gyakorlat szem gyakorlat, ha nem fóvárgászok mozgatják, éltetik. Elmondaná érthetőbben? A professzor úr azt akarja mondani, hogy először összetöpörödött a pöttyös labda és a plüssmackó, de aztán egy újraindítónak köszönhetően az az ötlete támadt, hogy a másik irányba tekeri meg a kart, és így felfedezhette a koszinuszféle molekula nagyítót. Köszönjük a beszámolót! Ezek voltak friss híreink Nescafé városból, következő kiadásaink tartalmából. Titokzatos griffmadár a kosárlabdapályán. Váratlanul leállt az örök mozgó. Megette a majom az eljelzési gyűrűt. Ne feledjék, továbbra is várjuk városunkban újraindítók jelentkezését, akik között magas jutalmakat sorsolunk ki.